Sziasztok, Nara 86 vagyok, ez itt a Crafters, Feed the Beast-et játszunk, itt van velem Szabi. Itt van veled, Szabi. Felfedeztünk pár dungeont, onnan láthatjátok például, hogy van nálam egy steel ásó, meg más érdekes dolgokat, például egy nagyon fejlett méhet is találtunk a dungeonökben. Azt most nem fogom használni, mert be akarom mutatni, hogy hogy lehet tényleg az alapoktól eljutni a legjobb méhekig. És ebben a részben most egy ilyen tényleg összeszedettebb mélytartási... bemutatót Én pedig elmegyek gondoltam. És elkezdem építeni a házat. Szabbi meg a házat építi. Mert ugye hát az EU-s pályázatokból picit elsikasztottunk, és a házunkra is jut. Mint mindenhol így történik, ugyebár Magyarországon. Szóval csak követjük a példát. Köszönjük. Így igaz. Szabbi, csinálnál nekünk egy reggelt, mert most kezdtük a felvételt, és már is alkonyodik. Köszönjük. Ez csúnya, hogy így csalunk. Hát de most ez annyi lett volna, hogy az nem megyünk és alszunk. Nos. Na, de miért nem mentünk haza és aludtunk? Na. Mert lusta disznók vagyunk. Szóval... Vagy pont olyan lett volna, mint hogy a felvétel előtt beállítottuk volna magunknak. Igen. Igazából eddig, amit láthattatok, hogy sima, tehát a sima mundane, ez a nevük azoknak a méheknek, amiket úgy találhattok a világban. A forest, Meadows, Wintry, stb. Ha ebből kettőt összeraksz, akkor véletlenszerűen kaphatsz Common, vagyis hát Common Beat, és Common-t összerakva egy ilyen simával kaphatsz Cultivated-et. Na most, ha Cultivated-et Common-nel raksz össze, abból kétfélét is kaphatsz, és nekünk már mind a kettőt sikerült. Ne csalódjatok nagyot, hogyha elsőre nem jön össze, azt hiszem 5 vagy 10% az esély annak, hogy kaptok egy ilyen különleges következő fajta méhet, úgyhogy ezt sokszor kell újra próbálni. Most ez a két fajta, ez az Unvery, igazából háromfélét kapunk, mert az Unvery és a Diligent az ugyanannak a családfának két tagja, és meggyújtott egy... Ja, faszom gyújtott meg engem. Ezt te voltál, Szavi? Mi? Jó, mi? Igen, Szavi tüzes nyillal játszik. Szóval a... Az Unvery és a Diligent az ugyanannak a ágnak két tagja, illetve ezen felül itt van Noble méheket is lehet kapni. És ezeket tovább úgy lehet fejleszteni, hogy bármelyik ilyen új méhet egyszerűen újra csak nem Common-nel, hanem most már Cultivated-del kell párosztatni. Olyanunk is van iszonyat mennyiségben, szerek már Cultivated Drone-t. Tehát például itt ebbe beleraktam, ha jól emlékszem, egy Diligentet, ez egy Cultivatedet rakva, a leszármazottai között már lehet következő szintű mély is. Yay. Nos, ez csak egy Common Princess, ez meg a Cultivatedet, hát ha lesz jobb szintű. Itt egy Umbry, az Umbry is Cultivateddel, akkor egy Noble, ezt a Noble-t is egy Cultivateddel rakom össze, Common-t is Cultivateddel, ugye? Hogy hát a fejlődik, Cultivated-et Common-nel, illetve Common-t Cultivated-del, és a... Picit túl bonyolítod, ezt nem érzem. Találtam drónokat, na most ugye mivel ezek drónok, ezekhez egy Cultivated, ups, Princess kéne. Van egy Common Princess, nem vagy is. Nem tudom, Cultivated Princess egy a kis ládába ott azon a kis placon. Az Common. Sajnos. De nem baj, akkor a Command, hogy ne legyen veszteségünk, összerakom egy Cultivated-et. Nos, hát most még egy apiari van, amit nem töltöttünk be. Így igaz. Jó, és akkor most ezek szépen dolgoznak, és majd visszatérünk a méhészkedéshez, és hogy mik a következő szintek, illetve melyik mit tud, ahogy ez a termés leérett, hogy így fogalmazzak. Jó. Igazából nagyon faszául rengeteg mézünk van. Hogy más nem mondjak, haza is viszek egy halom ilyen sima kambot, csak hogy legyen mézünk, mert csinálni akarok mézes kenyeret. Mert az vicces. És finom. Mm-hmm. Nem utolsó sorban. Nos, és ránézek, hogy Szabi mit művel. Berölt művelek. Most berölt készít. Hát azt úgy sem tudjuk hova elrakni, amíg nincsen kész a ház. Jó, de tudni akarom, hogy mennyi anyagom marad. Aha. Jó, hát igazából kint még van majdnem egy teljes ilyen dupla láda tele izével. Nem, nincs. Fával. Már behoztad? Most hoztam be, igen.
Fasza. Igazából majd ezeket az NGS gépeket is be fogjuk kötni a fő izébe, árammezőnkbe, csak most egyelőre még nem volt erre időnk. Megkettem sem. Így igaz, így igaz. Viszont rengeteget bányáztunk, szeretném ezt megmutatni. Először is látjátok, ez a láda, és viszonylag tele van. Ebben a ládában is gyakorlatilag nincs több hely. Ebben is iszonyat mennyiségű bányászó dolog van, illetve amiket még most frissen égettünk ki. Ez a láda is elég durván tele van. Mert sok értékes van benne, ami azt jelenti, hogy eléggé jól el vagyunk látva egyelőre anyagokkal. De én mégiscsak úgy gondolom, felállítok egy kvarit, csak hogy lássátok, hogy az hogy működik, ha esetleg valaki még ennyit sem tudna. Valaki hülye lenne. Ezzel is kell egy teljesen használatlan gyémánt csákány. Ezen felül kelleni fog nekünk gyémánt, arany és vas. Fogaskerék, és egy redstone, ha jól emlékszem, és redstone, fogaskerék, pickaxe, és kész a quarry. Nos, a quarrynak már csináltunk egy világot, ezt már mutattam, szerintem egy ilyen lapos világ, ahol mindig süt a nap. Fasza egy hely. Terem. És lerakjuk át először az alapquery is, és bőven elég lesz szerintem. És hát hogy hozunk át energiát, ugye ez lehet a nagy kérdés. Hát megcsinálunk olyan redstone kockát, ami elég egyszerűen majd át vihető. Nos, hogy mi kell ahhoz a kockához? Először is kell obszidián ledarálva. Amihez kell obszidián, ami valahol kell legyen, mert leszettem a nether kapunkat. Folyton átjöttek a pigmenek, és ezt valahogy nem élveztem annyira, mint kellett volna. Úgyhogy berakjuk ide darálni az obszidiánt, és valahol lerakom az induction smeltert, mert ezt csak abban lehet készíteni, amit most akarok. Itt pont, jó? Csak kikapcsolom a kies bemeneteit. Ne zavarjon bele semmibe. És miután darált obszidiánt, mindegy, most berakja ide. Még majd darálnom kell leadet, ami hasonlóképpen fontos lesz. És amíg ez készül, addig elkezdek, mit kezdjek el? Még nem akarom átmozgatni az Industrial Craftos dolgokat, meg a házat átrendezni, azzal megvárom, hogy Szabi kész legyen a építéssel, úgyhogy inkább mit csináljak, Szabi? Nem tudom. Építek egy Ender Chestet. Jó. Jó, kell Blaze Rod, Obsidian, Chest, Ender Pearl... Ja, szerintem nincs Obsidianunk. Nope, nincs. Viszont ugye Obsidiant lehet egyszerűbben is csinálni és gyorsabban, mint hogyha lemennék és bányásznék. Erre való a Igneous Extruder nevű gép. Amiből lehet, hogy már van is nekünk, nem nincs. Jó. Először is kell Iron, Redstone és üveg. Ebből lesz egy ilyen... vicces dolog, nem. Hogy lesz ez a Pneumatic Servo? Ja, két üveg. És egy Redstone. Jó, akkor építek egy ilyen pneumatikus szervomotort. Te fasza. Itt van. Ezen felül kell tin, üveg, meg egy machine frame. Machine frame, tin. És ha jól láttam, egy piston, igen.
az is van. Megépítjük a Machine Frame-t, tehát az nagyon sok mindenbe kell, ugye? Csak vas és üveg és egy darab gold. És még volt valami oldalt. Üveg, meg több üveg. Jó, akkor ezzel azt hiszem kész vagyunk. Igneous Extruder. Ezt úgy fogom építeni, hogy berakom egyrészt ide emellé, mondjuk így, és ezen felül összerzek egy Aquaus akkumulátor izé vackat, amit ugyanígy kell készíteni, mint az előző, csak ebbe a vödör kell a tetejére. Ez pedig a levegőből csinál vizet igazából. Hülye hangzik. Hülyeség is. De hogy lehet, hogy várj, hogy te beszélsz, de valaki fütyül. Én tudok több dolgot csinálni egyszerre. Én beszélve fütyülök, tudod. Na jó. Ennyire beallatszik a fütyülés. Eléggé. Ez durva. Benne van a család a videóban, mi? Aha. Apa fütyül folyton. Na mindegy. Kis háttérszene. Jó. Lol. Oké. Okay. Okidoki. Jó, és ez elvileg így... Már megint hallod? ...generálni. Ajtót nem csukod be? De, még ez is előfordulhat. Nos, ennek az a lényege, közben gyorsan elmondom, hogy vizet generál lesz semmiből, ez az Igneous Extruder pedig vízből és lávából csinál, amit beállítasz neki. Én most obszidiánt állítottam be neki. Ahogy volt benne egy vödör víz és láva, egyből készített egy obszidiánt. Nem vette fel az elejét annak, amit mondta. És mint látjátok, ahogy volt benne egy darab vödör víz és egy láva, egyből csinált egy obszidiánt. Most felvette. Fasza, nem vágom ki az előzőt sem, mert minek. Ez az. És ez mondjuk jöjjön ide ebbe a ládába. Fasza. Jó, van lead, van obsidian. Ezeket együtt kiégetem, abból lesz ilyen üveg, izé. Ja, hogy ez nincs ilyen, itt nem működik. Aha. Aha. Csőszavi. Nem szétszeded a házunk falát. Nem, szétszedem a falunkat. A falunk házát? Nem. Nem. Hát ha nem, hát nem. Na, ez itt faszántosan a sütöget. Én addig eszem, mert különben ilyen döbb. Jéj, fa! Ez igazán fa, sza! Atya úristen. Egyre rosszabb. Ez az. Na mindegy. Nem. Nem, hát akkor nem mindegy. Ne, hallod? Van egy határ. Elkezded egy szordibálni, ez már borzasztó. Attól, hogy unatkozol, attól nem kell kínozni a közönséget. Tényleg borzasztó! Borzasztó. Annyira, mint csapdában élni egy szigeten. Ja. Az hol van? Ki él csapdában egy szigeten? Jack Sparrow. Ó, tényleg, majd elfelejtettem. Pedig múltkor még cseteltem is vele. Ja.
Mire lehet használni a rubintot? Edd Lehet meg. belőle rubint dustot csinálni, vagy energy kristált. Fasza, akkor nem kell gyémántból csinálni az energy kristált. Rubint rékát. Ha. És ez a zafírt? Abból meg lapotrom kristályt lehet csinálni. Abból nem lehet rubint réke. Nem, valahogy. Valahogy azt hiszem. És olyan mire jó a pyrite tust. Lehet belőle szulfur tustot, és abból pedig szulfurik acidet, vagy gumpódert, vagy még gumpódert, vagy még inkább szulfurik acidet. És a szulfurik acid mire jó? Battery block. Vagy kristalizerben lesz belőle valami. Battery block. Fasza. Fasza dolgokra jövök rá. Itt lesz a menő ajtónk? Nem. Itt a csúnya ajtónk lesz. Oké, és hol lesz? Vigyázz, zombi! I will kill you with a... X. With a next. Leszetted az XP-met? Igen. Ég. De ne! Most meg fogok halni. De hogy is. Túléled, látom rajtad. Ekkora tirpákkó vagy. Tirpákkó! Ez az. De egy szépen gyűlik a víz. És aztán már ki is égett a... Igen, ki égett a hardened glassom. Ebből akarok én csinálni ilyen energy storage rémet, amihez kell electrum ingot, meg gyémánt. Majd gyémánt, meg van kettő fasza. Nem is fasza, egyenesen zseniális. Vagyis... Szuper zseniális. Electrum, glass, diamond, energy storage frame. Most ehhez még lead, electrum, meg redstone conducting coil kell. Ahhoz, hogy tovább alakítsuk olyan cucca, amit már fel is lehet tölteni. Ha jól emlékszem így? Nem. Akkor mi van a tetején? Ja, elektrum. Fasza. Faszántos. Jó. És ebbe kell tölteni redstone-t. Aha. Na jó, azt említek még egy magma crucible-t, most hogy nem akarom erre használni. Mi kell hozzá? Copper, nether brick, meg bukit. Van obszidiánunk? Van. Mennyi? Pusher 6 volt ott, abban a messze lévő ládában, ami ott fent van egyedül és szomorú. És ebből mennyi van most? 8? Akkor elveszek 2-t. Mindent elveheted amúgy, itt az folyamatosan termelődik. Csak lassan. Igen, csak 2 kellett. Ja nem, 4 kell. Pics. Ó, nem is olyan lassan. Hogy van ez a koporos? Szép. Mindjárt megnézzük. Ja, be gold van, nem kopor. Már értem. Cseles. Ja, mindenből olyan sokunk van kívülve Diamondból. És ez nem tetszik. Mert a Diamondért már dolgozni is kéne. Ez így van, a többi az csak úgy van a földben, meg abból amúgy is tuplát kapunk, meg ilyenek. Nem építettem machine frame-et. Jó, úgy érzem, körbeépítesz.
Rosszul érzem. Ja, ez csak egy lépcső. Egyenesen fasza. Sőt. Még annál is faszább. Liquid transposer. Ebbe olvasszunk izét, redstone-t. Ebbe pedig szépen átrakjuk az energy storage-ba a redstone-t. Nos, mint látjátok, itt ülik a redstone. Kéne a honeycomb-ba izéből. Mert? Kinti ládákból, mert fel akarom dolgozni. Mi ez? Minek? Propolishoz. Itt van beeswax, meg honey drop. Melyikből lesz propolis? Egyikből se. Ja, de a honey dropból. Mert nem, a frozen... A kombokból lesz propolis. Nem, a honey dropból, de nekem a kombok kellenek, szóval hol van? Menjünk propoliszt. Jó, akkor kimegyek érte a lusta yeah. vagy. De nem, bent hal, mert beosztom őket. Kintről azt a sokat? Van, nem a sok. Hát igen, azt a... Azt a 40-et? Igen, az a centrifuge-ban van, mert majdnem mindent lehet centrifuge. Ja, király. Na, azt kell nekem. A honeycomb, vagy a honey drop kell. Meg itt van beeswax is. Azt hiszem, majdnem mindet. Alig centrifugált le még egyet-kettő. Ja, még ott dobtam neked egy csomót. Jó, ezt megvárom, mert ebből lesz szép színes üveg. Milyen színű legyen az üveg a bejáratnál? Kék, piros, zöld? Én a pirosat bírom, de... De nézd meg innen kívülről a házikót. És vasajtó lesz, azt tudj. Szóval gyere, nézd meg kívülről. Piros meg mindig tetszik. És hol lesz az üveg? Itt két oldalt? Igen. Itt így? Itt két oldalt és középre lesz egy vasajtó. A piros illik ez az úthoz is, mit szólsz? Igen, azt akartam mondani. Jó, akkor az rózsa kell. Ja, annyit kell tudnatok erről az Obsidian Pressure Plate-ről, hogy ez csak playernek nyomódik le, tehát az moboknak nem. Ahogy a stone tenni a helyében. Viszont ez a rész, ez már vészesen közeledik a végén. Fogalma nincs, mert nem indítottam stoppert. Lényegtelen, én tudom, hogy ennek majd itt lassan tényleg vége. Úgyhogy további jó szórakozást a Feed the Beast-hez, sziasztok! Sziasztok!